Közel 100 gazdátlan ebb várja reménybeli örökbefogadóit a kutyamenhelyen. Ha valaki hosszas mérlegelés után dönt úgy, hogy egy menhelyi állatot vinne haza, annak érdemes előtte egyeztetni. Heti egy alkalommal valószínűleg én vagy bármelyik kollégám kín lesz egy megadott időpontban, szerintem ez belátható időn belül jövő hónapban el fog indulni, és akkor lehet jönni, mert akkor látjuk a nyilvántartást, akkor fogom megmondani, hogy melyik kutyánk nem gazdis, meg tudom mondani, hogy milyen tulajdonságai vannak ennek a kutyának. Sokféle körülményt figyelembe kell venni, amikor megtetszik egy négylábú, és az örökbefogadás mellett tesszük le a voksunkat. Általában kimegyünk mi is megnézni, hogy hova kerül, de nem azért, hogy nem lesz alkalmas a gazdinak, hanem azért, hogy oda abba a helységbe alkalmas-e. Úgyhogy itt vannak szabadművészeink is, akik 3-4 méteres kerítés nem okoz gondot, de van, aki nem fér meg a cicával, vannak, akik nem fér meg egy második kutyával, van, aki csak szukakutyával fér meg, van, amelyik másikkal. Szóval mindegyik kutya mindig azt mondja, hogy egyéniség. Amikor bekerül egy kutya a telepre, állatorvos vizsgálja meg. Majd oltásokat kap, esetleg átesik ivartalanításon is. Mikor kiválasztották a kutyát, akkor megnézzük, milyen oltásai vannak a kutyának. A örökbefogadási szerződésben benne van, hogy minden kutyát, amit innen elvisznek, és mondjuk kölyök kutya is nem volt ivartalanítva kora miatt, köteles az örökbefogadó ivartalanítani, és ha igényli, kivisszük a helyszínre, megírjuk az örökbefogadási szerződést. Az örökbefogadott állatok sorsát figyelemmel kísérik az alapítványnál. Ellenőrzik az ivartalanítást, illetve megnézik, hogyan alakul a kutyák élete.